Na sziasztok srácok, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik egy ilyen videóval, amiben szeretném megmutatni az új felniket, amit a Ventura vettem. Ugye eladtam a diszkós felniket róla, tudjátok az alukat, és úgy döntöttem, hogy lemez felnire térünk át, és megmutattam, hogy milyeneket vettem a gépre. Ja, így néznek ki. Amiket lehet róla tudni, az ugye, hogy 8,5 szól széleső, és 15 col átmérőjű, ugye. A téli gumival van szerelve, ugye, és ezzel akarom most használni ezen a télen, és valószínűleg, hogy nyáron robbantatunk rá nyári gumit. Ja igen, erről sok akartam beszélni, ugye. Erre egy talán 2,25-ös gumi, ugye a 8,5 colra talán az dukálna, hát ehelyett rá van robbantva erre egy 175-ös, mármint az egész szetre 175-ös gumik vannak ugye rá robbantva, ami miatt eléggé extrémül néz ki, ugye? Nem föntről így. Hát gondolom, aki foglalkozik a témával, az tudja, hogy miről beszélek, vagy mi is ez. Hát igen, úgy gondoltam, hogy nem akarok gicses autót a Ventóból, inkább legyen egy kicsit ilyen hagyományosabb, meg egy kicsit olyan retrósabb, kicsit letisztultabb, azért gondoltam ezeket a felniket megvenni rá. Egyébként tudom, hogy most gondoljátok, hogy na ezek a bronz felnik, ez a fehérhez nem nagyon megy, de annyit elárulhatok még, hogy a Ventó ez nagyon drasztikusan át fog alakulni ebben a hónapban, úgyhogy mindenképpen menni fog rá majd ez a szett. Többet nem akarok róla mondani, gyerekek, nagyon tetszik egyébként, jó széles pereme van, ugye. Ja, jó, hát igen. Itt vannak néhány ilyen hiba, ami valahogy nem tökéletes, ugye itt a fényezése, azzal lehet majd valamit csinálni, de nagyon jól bejönnek ezek az a formavilág, meg hát ez a gumi se rossz. Igen. Egyébként nem tudom, tudjátok-e, hogy működik ez a robbantott gumi téma. Aki nem tudja, annak elmondanám, hogy ez olyan, hogy gyakorlatilag olyan 10 bar körüli nyomással robbantják rá a felnére a gumit, ugye, hogy így felmenjen rá, mert amúgy ugye csak így középen lenne, és esélye nem lenne arra, hogy gyakorlatilag az oldalfalát a gumi, vagy a felni pereméhez ugye hozzáigazítsd, mert hogy belülről nem lehet hozzányomni, ezért úgy csinálják, hogy egy tortályt felnyomnak, 10 bárra, ha jól tudom, és úgy ugye rányítják, és akkor úgy robbantják rá a gumit. Utána ugye vissza lehet engedni, például, hogyha ez leenged ez a gumi, akkor már például nem történik olyan vele, hogy ez leugrik ugye a peremről. Ilyen probléma nincsen, csak ugye addig, amíg ezt fellövöd rá, addig kell ugye ezt a nagy nyomást ráadni. Na, jó, most kacok, annyit csinálunk, hogy akkor elmegyünk felszerelem, és akkor még egy-két képet mutatok rajta róla a kocsin is. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csá! De van, aki gyűlő, tudod, és van, aki szeret. Van, aki meghűjítenek a szeret. Én mindegyike szarok, mert nem vagyok példakép. Soha nem kaphat el a gép. Én elveszem az enyém, te elveszed a tiéd. Nincs arra időt, haver, hogy ne kérdezz miért. Ne tudom, hogy igaz, vagy csak képzelem. Vagy csak az agyad szórakozik velem. De ha elhiszed ezt a sok szart, ha ver, az agyad téged is ugyanúgy átver. Ki a fasz a gyerek? Lóri, te tudom. Te vagy a fasz a gyerek, Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek? Laci, te tudom. Te vagy a fasz a gyerek, Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek? Steve, te tudom. Te vagy a fasz a gyerek, Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek? Gabi, te tudom. Te vagy a fasz a gyerek, Zoli, én tudom. Egyre több kis buzi beszéd róla, miért csinálsz zajt? Nem érték meg, hogy mi hagy. Én sohasem voltam egy mint a gyerek, és nem is leszek, ez így kerek, haver. Te azt mondod, hogy vigyázzak a lövegemmel, mert felelősséget oldok a szövegemmel. Na mi ez a lomszal, öreg, mit beszélsz? Tudod, hogy nem érdekel a józanész.